Sziasztok! Mindenek előtt örülök meg, hogy találkoztunk. Röviden magamról. Sokáig benne voltam a New Age-ben és az okkultizmusban. Használtam a tarot kártyát. Foglalkoztam reikivel, energiagyógyítással és aura olvasással. Az igazat megvalva egész életemben kerestem Istent. Viszont az életem elérkezett egy olyan pontra, ahol mélyebb megértésekre vágytam, hogy ki Isten valójában, hogy hogyan lehetne kapcsolatom vele. Még jó sokhoz is fordultam, hogy megmondják a jövőmet számomra. Egy darabig azt éreztem, hogy hihetek bennük. Egy ideig rendszeresen használtam a tarot kártyát. Kristályokat gyűjtögettem, és kristálygyógyítással foglalkoztam. Később foglalkoztam boszorkánysággal és vikával is, és egyre mélyebbre ástam magam ezekbe a dolgokban. Jövendüléseket mondtam a tarotkártya segítségével, és kapcsolatba próbáltam lépni a túloldallal, a szellemvilággal. Azt mondták nekem, hogy létezik a túlvilág, a menny. Amikor boszorkányokkal beszélgettem, ők azt mondták, hogy kapcsolatba lépnek a túloldallal, és elhunyt rokonaim szellemeivel beszélgetnek. Ekkor arra gondoltam, hogy talán én is átmehetnék a túloldalra, és beszélhetnék ezekkel a szellemekkel, ezekkel a szellemi mesterekkel. Minél mélyebbre kerültem a New Age-ben, annál inkább akartam kapcsolatba kerülni ezekkel a szellemi lényekkel. Miután megnyitottam a harmadik szememet, én is eljutottam arra pontra, hogy láttam ezeket a szellemeket. Amikor először találkoztam velük, ők nem úgy mutatkoztak, mint valami gonosz szellemek. Az egész olyan szeretetteljesnek és békésnek tűnt, egyfajta álbékét találtam. Ezek a szellemek elhunyt családtagok képében jelentek meg nekem. Használtam az Ouija boardot és az angyalkártyát. Sosem gondoltam volna, hogy az Ouija boardot gonosz szellemek irányítják. Az emberek azt hiszik, hogy az Ouija boarddal és az angyalkártyával tényleg angyalokkal lépnek kapcsolatba. Hogy a túloldalon minden fény, minden szeretet és minden Istentől van. Minél mélyebbre ástam magam ezekbe a dolgokba, annál erősebb lett a testi vágyam. Amikor megnyitottam a harmadik szememet, láttam az emberek auráját, és azt hittem, hogy ez jó és spirituális dolog. Azt hittem, hogy ez Istentől való, sőt, arra tanítottak a New Age-ben, hogy Isten bennünk van, hogy ő ez a bizonyos isteni szikra, mi bennünk, hogy Isten az óceán, és mi vagyunk a vízcseppek az óceánban, és mi elérhetjük a megvilágosodást ezekkel az eszközökkel, és így haladunk felfele a létrán, cselekedetek révén. Minden vallásból kiválogattam azt, ami nekem tetszett. A buddhizmusból, az iszlám miszticizmusból, a jógából és a meditációból, próbálva elérni a megvilágosodást és a lelki békét. Próbáltam feljebb is feljebb kerülni a spiritualitás létráján. Az igazságot akartam, tudni akartam, hogy ki Isten, kapcsolatban akartam lenni vele. Egy adott ponton kérdéseket tettem fel a reinkarnációval kapcsolatosan, miszerint amikor meghalunk, újból visszajövünk egy másik formában, és esélyt kapunk arra, hogy előrökezzünk mindent. És minél tovább keresgéltem ezeken a helyeken, annál nagyobb lett az űr bennem, amelyet semmi sem tudott betölteni. És minél mélyebbre kerültem az okkultizmusba, annál elviselhetetlenebbé vált ez az űr. Nem éreztem jól magam, depressziós voltam. Mindig többre vágyakoztam, be akarva tölteni ezt az űrt, amelyet csak Jézus volt képes betölteni. És egy napon, amikor Milánóban vakációztunk a barátaimmal, meglátogattunk egy katedrálist. Ez valójában egy katolikus katedrális volt, de nekem úgy jött, hogy imádkozzak ott. Itt azt mondtam Istennek, hogy Istenem, mutasd meg nekem az igazságot, mert már mindenhol kerestelek téged, és sehol nem találtalak. Azt hittem, hogy megtaláltalak, de még sincsen béke a szívemben. Meditáltam, angyalokkal léptem kapcsolatba, részt vettem reiki gyógyításokon és kezeléseken.
hogy energiára tegyek szert, és érezzem Isten jelenlétét. Tudod, a Reiki-ben energiát próbálsz közvetíteni, hogy érezd ezt a könnyedséget és a békét. Elvileg ez spirituális gyakorlatokon keresztül Isten bejön és feltölt belülről. Viszont elértem egy olyan pontra, ahol azt mondtam Istennek, hogy Istenem, ki vagy Te? Kérlek, mutasd meg nekem az igazságot. Vicces az, hogy én mindig hittem Jézusban. Gyermekkorom óta mindig szeretettel gondoltam rá, de nem értettem a bűn jelentését, és nem tudtam, hogy mi annak a következménye. Ebben a katedrálisban, amikor imádkoztam, arra kértem Istent, hogy mutasson meg még többet az igazságból. Nem az igazságot kértem, mert azt hittem, hogy a helyes úton járok. Ezért arra kértem Istent, hogy adjon még többet az igazságból. Adjon még több megértést, kijelentéseket. És néhány héttel később, miután hazajöttünk Olaszországból, Milánóból, egy varázsló videóit nézegettem a YouTube-on, aki telekinézist tanított, ami az elme anyag fölötti hatalmát jelenti. Én is tudtam tárgyakat mozgatni az elmémmel. Egy időben nagyon belementem ezekbe a gyakorlatokba. Kapcsolódtam a tárgyak és az emberek körülötti energiamezőhöz. Jelolvasással foglalkoztam, és irányítottam az energiát a spirituális dimenziókból. Innét visszagondolva most látom, hogy az az erő nem tőlem volt, az egy démoni erő volt. Végül lejutottam egy olyan pontra, ahol minden nehézzé és sötétté változott számomra. De még több igazságra vágytam. Ezért tovább nézegettem ennek a boszorkánynak a videóit a YouTube-on. Tudjátok, amikor találtok valamit a YouTube-on, valami érdekeset, követitek azt a személyt, akár több hónapon, több éven keresztül. Ez a bizonyos boszorkány tanította a telekinézist, az elmehatalmát, az anyag fölött, a szakrális geometriát, okkult számokat, szimbólumokat, numerológiát, asztrológiát, és én nagyon mélyen belementem ebbe. Ő nagyon inspirált engem. Egy napon arra gondoltam, hogy meg fogom keresni őt a Facebookon. Megpróbáltam megkeresni őt, hogy hátha tudna még tanácsokat adni nekem. És abból a célból, hogy találkozzunk, és együtt végezzük ezeket a gyakorlatokat. Amikor rákerestem a nevére a Facebookon, nagyon sok találat volt. Nem fogom elmondani az ő nevét, úgy gondolom, hogy nem volna helyes, kimondjam az ő nevét. De például, hogyha az ő neve Sarah Jane volna, akkor nagyon sok Sarah Jane-t találsz a Facebookon. És én azt hittem, hogy megtaláltam őt, és küldtem neki egy üzenetet. Ráírtam, és megkérdeztem tőle, hogy te vagy az a hölgy a YouTube-ról. És kiderült, hogy nem ő volt az a személy. Azt mondta, hogy ő keresztény, és ő nem foglalkozik ilyen dolgokkal. Azt mondta neki, hogy rendben van, hogyha ő keresztény, akkor feltehetőleg ő is keresi Istent. És végül minden út Istenhez vezet. Ő nagyon kedvesen és szeliden azt mondta, hogy ez nem igaz. És azt is mondta, hogy jobb, hogyha távol tartom magam ettől a hölgytől. És nagyon sok személy kereste őt a YouTube-on, de Isten hozzám vezette őket, hogy elmondjam nekik, hogy ő egy boszorkány, hogy spirituális dolog ugyan, amit ő csinál, de az erő nem Istentől van, hanem Sátántól. Ezt akkor én még nem tudtam. Elszántan kerestem az igazságot, és Istenhez kiáltottam, hogy Istenem, mi az igazság? Amikor azt mondta, hogy nyissam ki a Bibliámat, és olvassam, egyébként volt nekem Bibliám, de sosem olvastam, kinyitottam az evangéliumokhoz, és elkezdtem olvasni Jézus tanításait, a Biblia Jézus tanításait. Mint ahogy korábban is mondtam, én mindig is hittem Jézusban, viszont nem a Biblia Jézusában. És amikor azt mondta Jézus János evangéliumában, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Ez volt az a pillanat, amikor megértettem valamit ebből. Megvádolva és bűnösnek éreztem magam. Tudtam, hogy rosszat cselekedtem. És vannak versek a Bibliában, amelyeket nem tudok szó szerint idézni, amelyek megítélik a boszorkányságot. Erőteljes, de nem Istentől van. A jóslás Sátántól van. És az erő nem Istentől való. Annak ellenére, hogy erőteljes és valós.
Épp ezért csábító annyira, mivel hogy a Biblia azt mondja, hogy Sátán a világosság angyalának álcázza magát. A boszorkányság legtöbbször a szeretet és a fény áruháját ölti magára, és így téveszti meg az embereket. Amikor olvasni kezdtem Jézus tanításait a Bibliából, hirtelen felgyúlt a villanykörte a fejemben. Istenhez kiáltottam, és azt mondtam neki, hogy ez valóban igaz, és tényleg Jézus az igazság útja, kérlek, nyilváníts ki nekem. És amikor Jézushoz imádkoztam, hogy jöjjön be az életembe, több héten keresztül, amikor lefeküdtem és az ágyban voltam, Sátán állandóan támadt engem álmomban. Korábban nem tapasztalt démoni támadásokat észleltem, de miután találkoztam Jézussal, volt egy olyan álmom, amelyben egy démonikus lényt láttam lejönni az égből. Lejött hozzám, üvöltött rám, karmolt engem, megszorított engem hátulról, és éreztem, hogy nagyon gyűlöl. Ezen a ponton megértettem, hogy azért kapom a támadásokat, mert Istenhez fordultam, és ez nem tetszett az ellenségnek. Ekkor megértettem, hogy van ellenség. A New Age-ben nem gondolsz sosem a pokolra, ott a pokol nem is létezik. A New Age szerint mindannyian reinkarnálódunk, és itt rejtőzik az ellenség. Ő nem akarja, hogy tudd, hogy a pokol valóságos. És amikor démoni támadások értek álmomban, megértettem, hogy ez része az igazságnak, és az igazság fáj. És ha ez igaz, mit kapok ilyen támadásokat éjjel? És amikor beszélni kezdtem erről, és átadtam az életemet Jézusnak, és amikor nyíltan kezdtem beszélni az embertársaimnak róla, persze ez nem tetszett senkinek, többen is megdorgáltak miatta, nagyon haragudtak rám, és mivel nagy buzgóságot éreztem akkor, talán túlságosan is nagy volt a szenvedélyem iránta. Tudod, amikor rájössz arra, hogy egész életedben hazudtak neked, és nem csupán a vallás, meg a New Age, hanem az összes elmeprogram, amelyet az emberek követnek, és az egész rendszer, a fenevad rendszere. Kell legyen benne valami igazság. Mert amikor megemlített számukra Jézus nevét, a bibliai Jézus nevét, és amikor idézel tőle, nagyon dühösek lesznek. Ez számomra egy visszaigazolás volt. Az a tény, hogy az emberek haragudtak rám miatta, és támadásokat kaptam éjjelenként, akkor tudtam, hogy itt valami kemény dolog történik, és Isten megmutatja, hogy ki ő valójában. És amikor Jézus azt mondja a Bibliában, hogy ne csodálkozzatok azon, hogy a világ gyűlölt titeket, emlékezzetek arra, hogy engemet előbb gyűlölt, mint titeket. Ezen a ponton megnyugodtam, megértettem, hogy miért van szenvedés és üldöztetés. Mert a világ őt előbb gyűlölte, mint minket. És ő szenvedett, mint ahogy nekünk is szenvednünk kell az ő nevéért. Tudjátok, amióta az Úrhoz fordultam, sok mindenen keresztül mentem, többféle életvitelt is kipróbáltam. Homoszexuális voltam. Sok erkölcstelenségben volt részem. Nagyon fiatalon lettem homoszexuális. Mindig tudtam, hogy a férfiakat és a nőket egyaránt szeretem. Egy ideig biszexuális voltam, majd úgy döntöttem, hogy homoszexuális leszek. Viszont amikor Istenhez fordultam, és kezdtem olvasni a Teremtés könyvét, ahol Isten azt mondja, hogy férfiúvá és nővé teremtette az embert, és a férfi elhagyja az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És akkor nagyon elgondolkodtam, hogy én mégis miért vonzódom a férfiakhoz. És mivel volt egy megértésem a New Age-ből, a minket körülvevő szellemvilágról, mivel hogy meg volt nyitva a harmadik szemem, és láttam a szellemeket, akkor azt gondoltam, hogy szellemek voltak, de most tudom, hogy démonok voltak. Megértettem, hogy Isten nem teremtett engem homoszexuálisnak. Egy homoszexuális szellem volt bennem, amiről akkor én még nem tudtam. Nagy megkönnyebbülést jelentett, amikor ezt megértettem. Feltettem azt a kérdést, hogyha én ilyen vagyok,
Miért akarna Isten ilyennek teremteni bárkit is? Ha Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, és ez az élet természetes folyása, és ennek ellenére ő nem gyűlöl, hanem szeret bennünket, viszont fontos hozzáfordulnunk és megvallanunk a bűneinket, a tévedéseinket. És annak ellenére, hogy akkor még homoszexuális voltam, megtagadtam ezt a bűnt, és kértem, hogy bocsásson meg nekem. Ennek ellenére semmi sem változott. Továbbra is vonzottam a férfiakhoz, voltak testi vágyaim. És éreztem, hogy ő még mindig szeret engem, de azt várta, hogy szabad akaratomból döntsek a változás mellett, hogy engedjem, hogy ő megváltoztasson engem. És amióta teljesen az ő kezébe adtam az életemet, hogy ő formáljon és változtasson meg, a homoszexualitás szelleme teljesen eltávozott tőlem. Nem mondhatom azt, hogy 100%-osan megtisztultam, de nincsenek már meg azok a vágyaim, azok a kívánságaim. Többé már nem gondolok rám, és úgy általában nem gondolok a testi vágyakra. Csak az Úrért szeretnék élni. Ő egy új esélyt adott, és hajlandó megbocsátani nekünk. A megváltásunk egy ingyenes ajándék. A megváltást kegyelemből kapjuk, hitáltal. Ez egy csodálatos dolog. Az összes vallásban a cselekedetekre alapul a megváltás. És írdatlanul nehéz betartani azt a sok szabályt. A kereszténységben, Jézus Krisztusban ez egy hatalmas áldás, mert a megváltás és a szabadulás kegyelemből adatik a Jézus Krisztusba vetett hit által, hogy senki ne dicsekedjen. És nem tudom elmondani, hogy mekkora megkönnyebbülést érzek, amióta Jézushoz fordultam. Ennek ellenére nem könnyű, ez egy folyamat. Minden nap tisztulunk és megszentelődünk az Úr keze által, amely megszabadított engem a homoszexualitástól. És amikor olyan személyekkel beszélek, akik még benne vannak ebben az életvitelben, mindig azt mondom, hogy mi vagyunk azok, akik ezt az életvitelt választjuk, a homoszexualitást. És azért tűnik természetesnek, mert van benned egy szellem, egy szellemiség, és ennek köszönhetően éreznek a férfiak vonzalmat a férfiak iránt, és a nők iránt, aminek engedelmeskedünk. Én döntöttem úgy, hogy ezt az életvitelt folytatom. Amikor Istenhez fordultam, ő meggyógyított engem. Kiemelte belőlem a homoszexualitás és a testi vágy szellemét. Megszabadított tőlem, és hatalmas békével töltött el, hogy feloldozást nyertem Istenben, és hogy személyes kapcsolatom lehet Jézussal, és hogy ő én bennem él. És hatalmas áldásban és kegyelemben van részem azóta. Otthon, ahol lakom, nem sok olyan gyülekezet van az én közelemben, amelyek a Bibliát követik. A legtöbben a saját hagyományaikat és doktrináikat követik. Amikor közösséget kerestem, Istenhez kiáltottam, mert többet szerettem volna tudni. Több gyülekezetet is meglátogattam, de sehol nem éreztem jól magam. Olyan dolgokat tanítottak, amelyekről a lélek meggyőzött engem, hogy nem igazak, nem helyesek. Istenhez imádkoztam, és arra kértem őt, hogy mutasson nekem egy közösséget, vagy egy barátot, akiben bízhatok. És Isten elküldte nekem Chelsea-t. Valaki bemutatott engem Chelsea-nek, aki hasonló múlttal rendelkezik, mint én. Ő felhívott telefonon, és beszélgettünk, és beszélt az ő pásztorának rólam, és beszéltem vele, és ő meghívott engem magához. Ezért vagyok itt, ezen a hétvégén. Ez egy nagyon építő jellegű és lélekkel teli hétvége volt számomra. Egy igazi áldás volt Istentől, és ez azt bizonyítja, hogy Isten megválaszolja a mi imáinkat. Ő törődik veled, szeret téged, szeret mindannyiunkat. Annyit kell tennünk, hogy hozzáimádkozunk, és kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, és jöjjön be az életünkbe, és fontos vágynunk a változásra. Csak annyit kell tennünk, hogy vágyjunk arra, hogy Jézus bejöjjön az életünkbe, és vágyjunk a változásra, és engedjük, hogy átformáljon bennünket. Elmondhatom, hogy a legizgalmasabb dolog, hogy személyes kapcsolatunk lehet Jézus Krisztussal. Hogy soha életemben nem voltam mennyire elégedett. Egész életemben próbáltam betölteni ezt az űrt, amiről beszéltem a videó elején.
próbáltam betölteni anyagi dolgokkal, pénzzel, kapcsisággal. És most az ég adta világon semmire nem vágyom, Jézuson kívül. Ha mindent elveszítenék, akkor is elégedett és boldog lennék, tudva azt, hogy valójában csak az ő jelenlétére van szükségem. És ez a béke betölti az életemet jobban, mint bármi más eddig életem során. Nem könnyű, még mindig szenvedek, és kapok támadásokat néha, amelyeket megdorgálok Jézus nevében. Viszont ennek meg kell történnie. Ez annak a jele, hogy valamit jól csinálsz. Az ellenség nem akarja, hogy megtudd az igazságot, hogy leleplezd őt. Nem akarja, hogy tudd, hogy mi az ő terve, hogy megbocsátást és megváltást nyerhetünk Jézus Krisztus által. Bízhatsz benne, hogyha hozzáfordulsz, ő segíteni fog. Nagyon szeret téged. Ha nézi ezt valaki, aki küszködik a szexualitásával, és keresi Istent, ha biszexuális vagy, panszexuális, vagy homoszexuális, vagy bármi más. Tudod, én próbáltam, benne voltam. Régebb sminket is használtam. Szimpatizáltam a transzvesztitákkal. És most innét visszanézve, nagyon örülök, hogy Isten átformált engem. Tudod, a saját képére formált engem. És most már semmit sem kell, a saját erőmből megoldjak. Nagyon boldog vagyok, hogy Isten megváltoztatott. Ha bárki hallja ezt, aki küszködik bármiféle szexuális identitás zavarral, arra kérlek, hogy ne aggódj. Fordulj bizalommal az Úrhoz. Meg fog szabadítani téged, mint ahogy engem is megszabadított. Én homoszexuális voltam, és sosem gondoltam volna, hogy Isten meg tud változtatni. Hidd el nekem, hogy képes rá, és meg is teszi érted, ha kéred. Csupán vágynod kell rá, hogy odaadd neki. Ha problémáid vannak a szexualitással, és azon tűnődsz, hogy hogyan tudna ez bárki is elvenni tőled, hisz annyira természetes, és már a részeddé vált. Én tapasztalatból mondhatom neked, én egy élő bizonyság vagyok, hogy Isten meg tud szabadítani a homoszexualitástól. Bármiféle szexuális problémától meg tud szabadítani Isten. Mert ő szeret téged, és nincs olyan sötétség, és nincs olyan mélység, ahova Isten nem érhet el. Akarom, hogy tudd, hogyha úgy érzed, hogy beszélned kell a szexuális problémáidról, ne félj megkeresni engem, vagy Chelsea-t, és szívesen beszélek veled, és adok tanácsot. Segítek abban, hogy tudjál bízni Jézus Krisztusban. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Isten áldjon. Jézus szeret téged.